két tehetség a tanév kezdetén kezdte meg közös munkáját, ennek sikerét hallhatták az érdeklődők a Babits Mihály Kulturális Központban augusztus 13-án. Koncertjükön Schubert Arpeggione szonátája mellett Mendelssohn és Grieg dallamai szólaltak meg. Ami azt illeti, ennek a tanévnek a kezdetén kezdtünk együtt dolgozni. Előtte évben mind a ketten trió formációban kamaráztunk, és hát egymásra találtunk, megkerestük egymást, hogy nem akarunk esetleg egy cselló-zongora duót alkotni, és hát egyből igen mondtunk mind a ketten, mert azért úgy ismertük egymást, jóban voltunk évfolyamtársakként, és így alakult meg a mi kis duónk. Aztán az első próbáktól kezdve rájöttünk, hogy úgy könnyű próbálni, hogyha nem kell beszélni csak arról, hogy vagyunk, de tényleg a legtöbb dolgot azt együtt érezzük a zenében, és könnyű együtt dolgoztunk, úgyhogy így találtuk meg a közös hangot. A romantika korszakát elevenítették meg a művekben leginkább. Bachot azt meg szerintem mindkettem, és mindkettőnk nevében kijelenthetem, hogy az elég meghatározó egy zeneszerző mindkettőnk számára, ezért mi úgy végig, hogy az kihagyhatatlan Bachot játszani egy koncerten, úgyhogy igen. Szóló repertoárban Bach művek egyébként is cellóra és zongorára is remekek, ezért választottuk ezeket szóló műveknek. A jó zenét nem az határozza meg, hogy mennyire komplex, azt gondolom, de ez, igen, ezek nagyon komplex zenék, mind kompozíció szempontjából, mind pedig előadás szempontjából. Előadni sem egyszerű ezeket a műveket, de azt gondolom, hogy megéri, és a végtermék az, ami számít, amit a színpadon át tudunk adni a közönségnek. Én, amit általában szoktam mármint követni, az a neki a szusszanásai, neki a mozdulata, és általában azokat követem, illetve szerintem kijelenthetem azt, hogy mindig, amikor próbálunk, vagy koncertet adunk, akkor mindig egymásra tudunk hangolódni, és akkor ezáltal nincsenek ilyen problémák szerintem. Sok gyakorlást és hónapos munkát igényel egy koncertre való felkészülés. Tényleg hónapokat lehet mondani, amit egy-egy darabba beleraktunk. Ebben a repertoárban, amit ma este előadtunk, volt olyan darab, ami még friss volt, még ropogós. Volt olyan, ami ugye a darab, amivel kezdtünk például, az a legrégebbi darab a repertoárunkban, az volt az első darab, amit együtt tanultunk. Az hát idén októberre vezethető vissza körülbelül. Azt gondolom, hogy ha tényleg a legmagasabb szinten szeretnénk előadni ezeket a darabokat, akkor legalább egy 4-5 hónap kell azért, igen, szerintem, hogy beérjen egy ilyen munka. De óraszámban nem lehet meghatározni ezt tényleg, mert egyszerűen nem lehet. Mindketten külön megnézzük a saját részünket, egyénileg, azokat kidolgozzuk, és akkor mindig szólunk egymásnak, hogy na figyelj, én ennyit néztem meg, akkor nézzünk meg ennyit a következő próbán. És akkor mi általában mindig hétfőnként, meg ugye attól függ, hogy hogyan jön a óraszámba nekünk ki, úgy szoktunk próbálni, és akkor mindig amennyit tudunk, azt összerakjuk, és akkor próbálunk haladni minél többet. Egyelőre ebben a koncerttel zártuk a mi nyarunkat, úgymond, de mi úgy tudjuk, hogy következő darabunk az Sosztakovicsnak lesz a cellózongora szonátája, és abból is a 3/4. Tételt fogjuk megtanulni, és azt tervezzük októberbe előadni, bemutatni a hallgatóságnak.